A park vendégeinek nagy kedvence Franz, míg tavaly még csak az egyszerű feladatokat tanulgatta, mára már a bonyolultabb trükköket is elsajátította, és láthatóan nagy élvezettel mutatja be tudását a Nyíregyházi Állatpark közönségének. A 3 éves fiatal fóka 2 éve érkezett Sóstófürdőre. Gino és Leon 2007-ben érkeztek Sóstóra, több éve ők a Nyíregyházi Állatpark fókasójának sztárjai. A bemutatón az állatok felváltva dolgoznak, trénereik kézjelekkel mutatják, hogy melyik fókát érdemes figyelni. A park oroszlánfókái jelenleg több mint 50 gyakorlatot tudnak. A látványos súelemek mellett az állatorvosi vizsgálatok elvégzését segítő feladatokat egyaránt elsajátították, így az úszólábúak önként vesznek részt a különféle beavatkozásokon. Egy-egy feladat betanítása típusától függően 2 héttől 1 évig is tarthat. A felnőtt fókáinknak, Gino-nak és Leon-nak is megvannak az erősségei, hogy melyik gyakorlatokat, melyik játékokat kedvelik a leginkább. Gino nagyon ügyesen tudja a labdát egyensúlyozni az orrán, így az ő kedvencei inkább a labdás játékok. Leon, ő annyira nem szereti a labdát egyensúlyozni, ő sokkal jobban szereti a vizes feladatokat, mint például motorcsónakozás vagy bújaugrás. Természetesen már Francinak, a legkisebb fókánknak is megvan a kedvenc gyakorlata, ez pedig a csúszdázás, amit teljesen játéknak fog föl. Az állatpark kaliforniai oroszlánfókái szívesen játszanak egymással és a gondozóikkal. Oktatásuk is hihetetlenül játékos természetükre épül. Trénereik pozitív megerősítést használnak, haldarabokkal jutalmazzák őket egy-egy jól sikerült gyakorlat után. Étlapjukon többek között a hering, a makréla és a tintahal szerepel.